Amikor nekünk jár a büntetést, akkor ilyen személy, mikor aktív lesz ez a karma, hogy valaki által tapasztaljon szenvedést, akkor ő, mint egy adó működik, és a karmatörvény keresi egy ilyen embert, aki mert bárki nem fog tudni minket bántani, hanem csak az, akinek van erre hajlama és annak az embernek megvan ez a program, mondjuk így a karma program, másokat bántani ez a hajlama, és amikor a mi közelébe kerül, mondhatjuk aurába, ez most már részletkérdés, akkor a mi karmánk aktiválja benne ezt a programot, és ő elkezd minket bántani. És ami nekünk jár, de mivel ő bántja, ő az eszköz, akkor ő is fog visszakapni. Ezért jó lenne, hogy mi ne legyünk eszköz abban, hogyha valakinek kell szenvedni, akkor mi által ez fog történni, mert mi is vissza fogunk ezt kapni. Szóval, aki által visszahatást kapok, ő is fog kapni visszahatást.